Csökkent a lakásállomány, növekedés csak a Dunától nyugatra eső részeken tapasztalható, áll a KSH-s adatokban. A mikrocenzusban a lakásállományra vonatkozó kérdéskörből kiderült, hogy egy erős elvándorlás figyelhető meg a falvakból és a kisebb városokból is. Több mint 500 000 lakóingatlan áll üresen Magyarországon. Erről 35 perc című műsorunkban szóltunk tegnap. Budapesten 107 000 megyei jogú városokban 99 000, a többi városban 163 000 és a kis településeken 182 000 lakatlan ingatlant találni. Amikor nem lakott lakásról beszélünk egyébként, amelyeknek a száma azért jelentősen növekedett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is 19 000-ről egy 24 000-re, és országosan is, miközben a lakásállomány csökken, egyre több a nem lakott lakás. Azért az egy összetett fogalom, mert a nem lakott lakásokba beletartoznak az üres lakások, beletartoznak azok a lakások is, amelyet irodai célra, üzletek alapítására, és beletartoznak azok a lakások is, amelyeket csak életvitelszerűen, idényszerűen használunk. Az ingatlan értékesítés a csúcson jár, de a valós képhez hozzátartozik az is, hogy vannak szinte eladhatatlan ingatlanok. Jelentős az árkülönbség egy városi és egy falusi családi ház között. Ezt ebben a nyíregyházi ingatlan irodában is alátámasztják. Azt mondják, egyre többen a nagyobb városokba szeretnének költözni, emiatt a kisvárosokban és a falvakban nem csak a tulajdonosoknak, hanem az értékesítőknek is nehéz dolguk van. A nyíregyháza agglomerációban található településeken jelentős mértékben forgalomképesebbek, mint 20-30 kilométer vagy ettől távolabbi térségben, és a házak minősége igazából tehát nagy különbséget nem mutat. Árban szeretném érzékeltetni a különbséget, hogy míg Nyíregyházán egy normál felszereltségű családi ház 120 négyzetméterrel, egy 10 éves amerikai stílusú ház városon belül elhelyezkedéstől függően 20 millió forinttól indul, 25-30, akár 40 millió forint is lehet kedveltebb lakóvezeti zónában. Addig egy hasonló műszaki paraméterekkel és felszereltséggel rendelkező családi házat, akár Nyírtelken, vagy Nagycserkeszen, vagy Nyírpazonyban jóval 20 millió forint alatt meg lehet vásárolni 16-18 millió forintért. A közművesítés és a felszereltsége is számít a lakásoknak. A mikrocenzusban arra is kitértek, hogy a kisfalvakban, Borsodabolyi-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a legtöbb elhanyagolt állapotú ingatlan.